Tisztelt elnök úr, kedves elnök úr és minden kedves vendégnek, megemlítem, hogy már 5 éve, hogy itt nincs közöttünk Makovecz Imre, akinek emlékére is szól ez a szöveg, hogy ő miképp gondolkozott a jelekről. Én szigorúan a forrásokhoz, tehát az általa leírt gondolatokhoz tartottam magamat, mert az ő gondolkodását és a hozzájárulását a jel értelmezéshez szerettem volna hangsúlyozni, és megköszönöm ezúttal is a titkárunknak, Hegedűs Vilmosnak a közreműködését, aki a képanyagba betett gyönyörű, burjánzó képeket az én szigorú dokumentum fotóim mellé. Ez most nem az, úgyhogy a kettő együtt talán mindenkinek elnyeri a tetszését. Makovecz Imrének egy a néprajz és jeltudomány, valamint a díszítőművészet számára egyaránt kínálkozó munkájához kapcsolódik az előadásom. A díszítő motivum, vagy díszítő művészet, másképp ornamentika téma azok közé, a kérdések közé tartozik, melyeket Makovecz 1968 és 78 között tett fel saját magának és kollégáinak. A kérdések és a válaszok többféle módon fogalmazódtak meg. Az, hogy én a jellel kapcsolatba hozom őket, ennek az összefonódásnak az alapja Arnold Gehlennek az Ember című könyve, mely 76-ban jelent meg magyarul, és amely a következőt mondja: a nyelv érintkezésben jön létre, saját tevékenység, mármint a hang, az élettevékenység egyúttal, és adja az élettevékenységnek az önérzetét, tehát a nyelv nem jeleket ragasztgat a dolgokra, mondja Arnold Gehlen, a dolgok bekapcsolódnak a tevékenységünkbe, bensőségessé és életünk részeseivé válnak. A jelek tehát ezt a funkciót töltik be. Ehhez kapcsolódnak a díszítő motivummal kapcsolatos elméletek, tehát az ornamentika elméletek a művészettörténetben, melyek java része azon meghatározás alapján fejti ki részletesen a maga mondandóját, hogy az ornamentika nem más, mint nyelv. Tehát tulajdonképpen a nyelv nem egy jeladás, nem egy rátett jelentés, hanem a nyelv egy összetett élettevékenységnek az eredménye, vagy megjelenése, és így a jel is az. Az említett évtizedben Makovecz Imre javarészt a Váti tervezője volt, 70-es évekről van szó, ez a periódus az életművében kísérletének nevezhető korszak. 3 akciója, egy filozófikus, ideális épületterve, alternatív oktatási és kreatív vizuális nevelési programjai, 3 kísérleti típusú kiállítás, 5 kiadvány, ezt idézőjelbe teszem, valamint egy építészet fogalom alapozódott meg ebben a korszakban, mindezeknek az alapján és segítségével, egy új szemléletmód és új magatartás az életében. Én magam művészettörténészként tudom ezt a területet vizsgálni, mert akkor a 70-es években az építészet, valamint a képző és az iparművészet között szoros szálak kötődtek, s akkor Makovecz Imre is építészként egyedül, illetve a tanítványaival közös és új műformákban gondolkozott. Ezek az éppen alakuló új közös formák és fogalmak jelzik ennek a
kísérleti korszaknak a lényegét, melyben Makovecz számára az építészet alapkérdései voltak a közös gondolkodás tárgyai. Itt most, tehát visszatérek arra, hogy az elsődleges forrásaim Makovecz Imre saját írásai. A 70-es években ugyanis kéziratos feljegyzéseiből, rajzaiból több alkalommal is naplószerű, gépírásos füzetet állított össze, melyekbe gondolatait, kísérletei, kutatásai, dokumentumait foglalta, és mivel ezeket stencil vagy rotaprint eljárással sokszorosították, és ő maga is terjesztette, a korszak alternatív művész kiadványai között tarthatjuk őket számon. Makovecz a képzőművészeteknél, akik ezeknek a művész kiadványoknak a zömét produkálták, összetettebb, mert a társadalom hétköznapi valóságával és a tudományos módszerekkel szorosabb kapcsolatban működő építészet miben létének újragondolásakor írta le és sokszorosította a gondolatait. A következőt például, ami szerves, az rendszerszerű összefüggésben van. Azaz, több összefüggés egybelátása útján figyelhető meg. A tudományos igényű dolgozatok viszont vonalban fejtik ki azokat. Az ő összetett gondolkodását rögzíti a napló, és módot ad ezért az életszerű megközelítésre, mert a gondolataival együtt az érzelmek, a cselekedetek alakulását, a külső hatásokat is megismerjük. Ezeket Makovecz egységben tekintette. Ám mivel a papírok, feljegyzések és az úgynevezett skic, paus, fesznik egymásra rakódásuk és összevisszaságuk a műteremben a szemlélő megértését ellehetetleníti, ezért a napló, amelyben közreadja őket, rendszerez és válogat is a megélt idő, ezt idézem, és a jelen lét szerint. A naplók így is azonban személyes valomások. Ahogy ő írta, a mondani valómnak egyetlen igaz hitele maga az életem, és én magam. Ezért a feldolgozásuk fokozott körültekintést igényel. Makovecz Imréről elmondható, hogy tevékenysége nem korlátozható a hagyományos értelemben vett művészetre, mint néhány kortársáról. Akciói, tárgyai, felvilágosító, pedagógusi és politikai működése egy megismerési folyamat állomásai. Makovecz célját tekintve, hogy életszerű legyen a naplója, az ő életét, gondolkodását is befolyásoló tényeknek a naplóban szerepelniük kellett. Amit képen látnak, az egyik 1978-80 között készült műve, a visegrádi kemping tervezése közben készült. Ez a díszítménnyel és szöveggel értelmezett rajz a kemping befelé ívelő falu, belül az ég felé, talán a következő kép ezt jól mutatja, belül az ég felé ugyancsak íves záróvonallal megnyíló, íves alaprajzú fürdőépületről, fürdőépülettel van összefüggésben, és ez a fürdőépület, ez a forma, amit most látnak, ez az épület a külső és a belső létrehozója, és egyúttal a határa. Erről egy picit később fogok szólni. A előbb látott, végtelenül hullámzó paraszti díszítő motívum egy elemébe szerkesztett alaprajz, és a motívum térbeállításával születő épületforma, metszete, tehát azonos. Az épülettel ugyan a tér különválik külsőre és belsőre, fentre és lentre, de a hullámzó körvonal és forma révén nem csak a belső és a lent, de az ornamens egyik tanulságaként a külső és a fent is formát kap, s a párok kiegészítik egymást.
Ebből kiderül az az építészetben szokatlan tény, hogy a határoló forma, az épületfal kettős természetű, hogy mindkét oldalán teret határoz meg. A homlokzatok síkként való felfogása és ornamensekkel való térbe kapcsolása helyett. És az is, hogy az üresnek, azaz levegőnek és a telinek, anyagnak vélt forma, tér, ebben a szemléletben azonos fontosságú. Az épület tehát a világot két részre osztja, és önmaga a határ, a külső és a belső, a fönt és lent közt, s a határ összeköt, ez a funkciója, szétválaszt és összeköt. Ehhez hadd idézzem megint Arnold Gehlen szavait a nyelvvel kapcsolatban. Azt mondja, a nyelv egy síkra hozza a belsőt és a külsőt. A kettőt egymás nyomán értelmezzük. Kifejezésteliként fogjuk fel a dolgokat, mert mind, minden dolog partner az észlelésben és a megszólításunk címzetje. Tehát az ember, tehát ő mindebből a nyelvből persze az emberre tér vissza, tehát az ember jelen van a szakadék innenső és túlsó oldalán, mint test és mint lélek, és mégis nincs sehol helyileg. Kívül áll a téridő kötöttségen. Ez olyan mértékben rokon azzal, ami ki fog derülni a következőkben, hogy feltétlenül fontosnak találtam ezt felolvasni, de ne felejtsük, tehát az épület maga egy határ, amely két világot hoz létre, és egyúttal a kettőt összetartja. Makovecz Imre megelőző ornamentika tanulmányai segítségével tudjuk ezt értelmezni, amelynek a során felfedezte ezt az S-vonalat. Ma sokféle vonal került már itt szóba, a csigavonal, meg kanyargós, meg hasonlók. Most az S-vonalat fogjuk látni a következő képen, ami tulajdonképpen életvonalként felfogható. Ennek a kettős, tehát a Makovecz Imre tanulmányaiból az derül ki, hogy a kettősség épp ebben a vonal, életvonalban dokumentálódik. Lehet a következő képet látni? Amiből itt egy sorozatot raktunk egyszer össze korábban, tehát abból, hogy a népművészetben is szokásos S-vonal, a két fele van minden alkalommal, és mindkét félben megjelennek egyéb motivumok, tehát ez az S-vonal, ez kétféle világot különít el, és köt össze egyúttal, emiatt az S-vonal miatt van egységben a világ, a két oldal, duális világ, és ez Makovecz Imre életművében tulajdonképpen világmodellé válik, és az épületének a feladata az lesz, hogy prezentálja, hogy jelenvalóvá tegye ezt a modellt. A kutatásait tehát a napló tartalmazza, emellett tudjuk a hivatalosan megjelent róla szóló könyvből, hogy 69-ben Malonyai Dezső népművészeti tanulmányainak újra felfedezése, hogy 73-ban foglalkozott a jelek és jelmódosulásokkal az építészetben, a parasztművészet tanulmányozásával, és ez azért fontos, mert akkor már ellentétben a 20. század első felével díszítő rajzot a műegyetemen nem tanultak. Tehát amikor Makovecz Imre növendék volt 54 és 59 között. Érdeklődése a népművészet iránt egyidejű, a paraszti kultúra újrafelfedezésével, a nomád nemzedék jelentkezésével, a képzőművészetben, a kortárs európai művészetet és mestereik kezdeményezését a népművészet inspirációjával folytató képekkel,
a kézműves vagy természetes használati tárgyakból összeillesztett, installált, vagy azok felnagyításával készült, új jelentéssel telített szobrokkal. Itt hadd említsek csak néhány embert, Bak Imrét, Nádler Istvánt, Samu Gézát, Csutoros Sándort, és a korai, ifjúkori Bukta Imrét, vagyis az ifjú, természetesen mindig ifjú, csak életkora szerint ifjú Bukta Imrét. Makovec a népművészet mellett hazai archeológiai leletek következő kép díszítő motívumaival és különböző kultúrák kőemlékein, hogy a következő képet kéne, hogyan jelezzem a... igen, ez a Vilmosnak köszönhetjük, hogy alaprajzként, illetőleg a Paksi templom tetőzetének a megmutatásával ugyanennek a motívumnak egy felnagyított építészeti megoldását is látjuk, és most a következő képet kérném, ahol tehát archeológiai leleteket kutatott és keresett azért, hogy összevesse a maronyai féle díszítő motívumokat a különböző kultúrák kőemlékeivel és formáival, és úgy sejtette, hogy ezek azonos funkciót töltenek be, és a jeleket egy új, úgy mondanám, hogy alternatív szemlélet és gondolkodás forrás, mármint az akkori hivatalos építészetfelfogáshoz képest alternatív szemlélet alapjainak tekintette, forrásnak tekintette. Idézem, a népművészettel azért foglalkozom, mert benne olyan szellemiséget keresek, mely ma újra aktuális, olyan szellemiséget, amelyet képi, imaginatív gondolkodásnak neveznek, és amely szemben áll a dualista felfogással. A jeleket keresem a népművészetben, a jeleknek valami rendszerét, mely fogódzót adhat felfogásomhoz. Az időtájt virágzó tudományok, mint szimbolikus antropológia vagy strukturalizmus és jeltudomány különféle felfogásban, de Makoveces hasonlóan fogalmazott, a mítuszokkal, rítusokkal, jelképekkel foglalkozva, Makovec Imre azonban különbözött tőlük. De azért megemlítem, hogy az egyetemes emberi szellem titkait kutatta Claude Lévi-Strauss, akinek Szomorú trópusok című könyve akkor jelent meg nálunk 75-ben. Mások, mint például Hopál Mihály, azokat a rítusokat kutatták, amelyekben a közösség érdekében érzelmileg emelkedett állapotba, határhelyzetbe kerülnek a közösség tagjai. És harmadrészt a mítoszkutatók szerint a mítoszok alternatív gondolkodási formák a logikai és tudományos gondolkodás mellett. Ezt Bak Imre festőművész fejtette ki. Tehát rítus, mítosz, parasztművészet egyformán és egymás mellett jelentettek alternatívát a nyugati és kelet-európai gondolkodók számára. A Naplóban 77-ben írta Makovec Imre, idézem, olyan szemléletre törekszem, melynek birtokában megérthetem és megláthatom egy egész természetét annak, melyet e szemlélet nélkül kettősen és ellentétek által mozgatva láthatok csak. Azaz fölébe kívánt emelkedni a hazai közgondolkodás jellegzetes dualizmusainak, lásd például népies urbánus vita akkoriban, és ezért a köztük lévő peremre helyezkedett ez a határhelyzet. A tiszta érzékenység, idézem, a teljes elfogulatlanság és belső nyugalom állapotának elérésére törekedett, mellőzve a logikai, történeti és az esztétikai szemléletet is. E szemléletváltás feltétele a képzelet, azaz tehát az imagináció, az, hogy a megfigyelő, nagyon fontos, amit írt, képes többet képzelni a világról és önmagáról is, mint amennyit tud róluk. Lehet, hogy ez a záloga
a többlettudásnak. Azt mondom, hogy az embernek, az emberségnek. A napló invokációja szerint a módszer, mely a népművészet egyes jeleinek, jelvoltának felfedezéséhez segített, meditatív volt, és nem empirikus vagy kísérleti módszer. Ezt maga Makovecz Imre írta. A meditáció és imagináció, mint megismerési módszerek kívülállnak a logikán, a történeti kronológián, illetve más logikájuk van, és így időbeli egybeesések jellemzik őket, olyan jelenidejűség, amely egyúttal kilépés is az idő folyamából. Ez a megismerés a művészi alkotói megismeréssel azonos, vagy ahhoz hasonlítható. A művészet maga is sajátos alternatív tevékenység, sajátos létmodell megfogalmazására volt hivatott Bak Imre festőművész szerint, akinek akkori műveiben a magyar folklór elemei, az őskultúrák jelképei, a primitív népek ábrái, mágikus jelentésű ornamensek, mint egyetemes és transzcendens tartalmú formák jelentek meg. A modern művészet magára vállalta az imaginatív gondolkodás fenntartását. A Makovecz-szel párhuzamba állítható József Beuys később, 1985-ben éppen a művészet társadalmi funkciója szempontjából emelte ki az imagináció szerepét, szinte a Makovecz-szével összecsengő szavakkal idézem, ha a művészet feladata képet adni az embernek saját lényegéről, akkor olyan gondolati utakat kell járni, melyek nagyobb képet rajzolnak ki a gondolkodásról, mint a gondolkodás racionalista, materialista képe. Hiszen a gondolkodás magasabb formái az intuíció, az inspiráció és az imagináció. Ezek pedig közvetlenül magukban foglalják a kép fogalmát. A naplót és Makovecz Imre jellel, ornamenssel kapcsolatos kísérletét, tehát ez a szemlélet és módszer egy gyakorlatilag nem létező és a forrásokban alternatívnak nevezett módszer határozta meg, és ezek Makovecz számára a dolgok, a helyzet átértelmezésének, a tudat formálásának mintái voltak. Így mondta, stílussá igyekszem emelni a közölhetetlenség jegyeit, egyetlen lehetséges hitellé a kétségbe vonható személyességet. Ezt a szemléletét és később kibontakozó jel építészetét egy alapelv, az ornamentikához kapcsolható alapelv tartja egybe, a szimmetria elv. Kitérhetek erre, hány percen van még Kékedi tanár úr, vagy elnök úr, bocsánat. Makovecz a szimmetriát a természet elevenségének kulcsaként tekintette. Összhangban a természettudományok álláspontjával. Már a 67-es Balaton-Szepezdi szövosz üdülő is ilyen volt. Majd azt írja, vagyis akkor írt először erről, azt írja később 70-ben, a szimmetria a mozgás törvényének képe, a lények okának képe. Ez a Mozgásformák című akciójának a plakátján írja. A lények okát Makovecz élményként is meg akarhatta tapasztalni. Az Állarc nélküli bál című akción 74-ben bemutatott performansza, jelképes térbe öltözése és vetkőzése, közben mondott szövege, ráolvasás, illetve megidézésszerű, ez így szólt, szimmetrikus, emberarcát mintázó házat tervezni és építeni, holtakat idézni. Szimmetrikus, emberformájú házakat építeni, holtaknak kaput nyitni. Ezt megvalósítandó,
A valóban ismeretlen világok felé hallatlanul nyitott építész a Sárospataki Művelődési Ház készülése közben, az is a 70-es évekre esett ennek a folyamata, még egyetemesebb funkciót tulajdonított a szimmetriának. Idézem, a kozmikus alaktalan eredetből antropomorf alkotó formákat hoz létre a szimmetria. Naplójában így ír, a szimmetria az energiák magasrendű rendszere. Ezt az egyértelmű kijelentést az ornamentika értelmezés történetében hosszú vita előzte meg. Azért említem itt Gottfried Sempert a 19. század közepéről, mert ő is építész volt alapvetőleg. A szimmetriát, az arányt és az irányultságot a természet alaptörvényeinek tartotta, s építészként a szimmetriát értékelte 1861-ben. A növények, állatok esetében az arányt és az irányultságot hangsúlyozta csak. A díszítőművészet 19. század végi diadala, vagy 19. századi diadalútja és az írások elszaporodása idején elutasították ugyanezt a szemléletet. Nem csak azt, amit ebből megismertettem az imént, hanem azt is, mely szerint, Gottfried Semper szerint az ornamentika stílusa, így a motívum kettőzése, szimmetrikus szembeállítása anyag és technika függvénye lenne, amelyen és amely által megjelenik. Alois Riegel, a Bécsi Művészettörténeti Iskola egyik kiemelkedő személyisége a 19. század végén, legalábbis ezt ő volt, aki ezt a materialista eredetet elvetette. Hasonlóan megengedő volt az álláspontja azzal szemben, hogy tehát azzal kapcsolatban, hogy egy-egy jelenség, egy-egy centrumból való kisugárzása mellett lehetséges ugyanaz a jelenségnek több helyütt való spontán felbukkanása. Ezeknek a jegyében értelmezte ő a különböző ornamenseket a kultúrákban és a történeti korszakokban, és azokat művészeti és pszichikai okokra vezette vissza. Ugyanígy szólt, és nem részletezem, most a 20. század elején egy Wilhelm Worringer nevű akkori fiatalember, és szinte az ő gondolataira ismerünk Makovecz Imrénél, aki ugyancsak az alakítás, az életrekeltés és az energia titkát kereste a szimmetriában. Egy következő képet kérném. Amikor Worringer, az imént említett fiatal tudós könyve, doktori dolgozata megjelent, akkor jelent meg Malonyai Dezsőnek az első kötete Magyarországon. Ja, ezt már rég elhagytuk, egy kicsit kövessen, vagy zajosabb leszek. A következő képet kérném. Itt van ez a bizonyos patkós minta, sóvidéki patkós minta Malonyai gyűjtésből. Ezt vizsgálta tehát Makovecz Imre 60 évvel később, vagy 70-nel. S vonalának páros volt a kettős természete, a külső és a belső oldalának ellentétes tartalma, de egyforma jelentősége és összetartozása, a felület összetett szimmetria rendszere és a forma ezzel összefüggő dinamikája egy új szimmetria értelmezésre sarkalta. Makovecet az foglalkoztatta, hogy az S-vonal használata a benne rejlő, egyébként ez távol-keleten, ugye a japánoknál japánoknál máig életvonalnak hívják, és vannak olyan korszakok a művészet történetben, amikor japán hatásra az európai művészetben is az alak S-formája életvonalként szerepel az emberi alaké. Tehát az S-vonal használata a benne rejlő törvény tudását és a tudás kinyilvánítását is jelenti. Ezért jel, mely az idő különböző mélységeiből is kommunikálni képes. Párhuzamba állítható motivumokat keresett és talált, következő kép,
a különböző népek kultúrájában és kultúrköreiben. Igen, bocsánat, a következő képet, mint itt az alsó képen látjuk, egy kőkori vésett motívumot, és láttuk a varrottas mintáját. A következő képet kérem, a minta egymásba fonódó szövedéke, ugyanazon jelek változó helyi értékű ismétlése hasonló az írott történelem előtti minta vagy jelrendszerhez. Most, hogy mintának mondjuk-e, vagy jelnek, jelképnek, a tekintetben eltérnek egymással az ornamentika értelmezések, de megemlítek közülük néhányat, hiszen az ornamentikát nyelvként értelmezték az első kézikönyv 1856 óta, és az egy angol volt, és ugyanígy nyilatkozott az első magyar ilyen ornamentika könyv, Benczúr Béla építész és a lakberendezés tanára írta, az iparművészeti iskola tanára volt, 1897-ben, amikor azt mondta, hogy az ornamentekhez jelképes, szimbolikus értelem fűződött, kifejezésekül voltak használhatók épp úgy, miként a nyelvben a szavak. Az ornamentek tehát nem csupán díszek, hanem fogalmak kifejezői is. Huszka József a következő évben összefoglaló könyvében, Magyar Ornamentika címe 1898, nyelvként kezeli a tárgyát, és a motivumoknak jelentést tulajdonít. És azután a 1960-as éveknek a század előre visszautaló jeltudománya, a század elejé nyelvészre, a francia Saussure munkásságára támaszkodó jeltudománya, a formáknak jelentést, gondolati érzelmi tartalmakat, csak közlés funkcióját is tulajdonította. És ez volt a vita megoldása, ami a jel, az ornamentum jele vagy nem jel kérdésben segítette az eligazodást. Mókovecz Imre azonban sosem beszélt nyelvszerűségről a jelek kapcsán. Tudnélik, nem fogalmakat jelölőknek tekintette a népművészeti és archaikus motivumokat. Azt mondja, a jel közvetít, tartalmaz valamit, nem üres tehát, a valamin összetettebb tartalmat értve. Ilyen esetben pedig lényeges a megfigyelő módszere, mert a jel megnyilatkozása a megközelítésétől függ. Mókovecz Imre megközelítése emlékeztet a tudományosra, mégsem az. A humántudományokban a módszerek javarészt magára a tudományra reflektálnak, a tudás megszerzésének meditatív és imaginatív, de kísérleti és természettudományos módját választotta magának Mókovecz Imre. Itt a következő képet kérem, tehát a kísérletében, amely lényegében meditáció volt, mint megismerési folyamat, első volt a sötét és világos, pozitív és negatív forma, egymást kiegészítő, feltételező létének felismerése. Másodjára a yin-yanghoz hasonló jelenségben a jelet, és ebben az értelmet kereste, de mivel ezt meg is akarta tapasztalni, ezért ez a folyamat nem volt olyan egyszerű. Műveleteket végzett a mintákkal. Valamely geometriai törvényszerűség sejtéséből kifolyólag, talán azért, mert építész volt, aki térben látott, vagy talán azért, mert a sík elvontságánál a teret használhatóbb gyakorlati terepnek gondolta, mert tudta, hogy térbeli tapasztalatok, absztrahálódnak a síkon, a sík mintát térbe fordította. Következő kép, Lemniszkátához, a végtelen
matematika, ez mind az előző köztartozott, a következő képet kérném, ez is, a sötét, világos és a többi. Itt a lemniszkáta, lemniszkátához hasonló szerkezetet készített, amely a végtelen matematikai jele. Tehát egy spirált drótból két vége felé csökkenő amplitúdókkal, melynek közepéből, mint a magból, le és föl egyaránt sarjad a mozgás. A drótot ellenkező irányban forgatva a végtelenből érkező két modulálatlan egyenes, egymásba való áramlását figyeltem meg, kik soha nem találkoznak. Tehát kettős működést tapasztalt. Ám az optikai csalódást további kísérletre ösztönözte, következő kép egy narancs kézbefogására. Annak mindkét oldalára felszerkesztettem a Yang-Yin jelét, írja, kiderült, hogy két aszimmetrikusan fekvő spirált kapok, kik egymásban futva együtt a teljes gömbfelületet adják. A két spirál gömböt fog közre, kozmikus, fizikai formát. A gömb felezésének ősi új formáját kaptam, ellentétben iskolai neveltetésemmel. A jel megalkotása és megértése a megismerő ember megalkotásával és megértésével azonos. Ezért mondhatta, hogy a jelek különös jelenségek, melyek a lélekre intelligens erővel hatnak, általa az idea és a dolog egységben mutatkozik, kettős természetünk számára azáltal, hogy észlelet formájában tartalmaz fogalmi összefüggést. A narancshéjak kiterített félgömbök. A két félgömb két világfelfogás írta. Egységük megtapasztalása reveláció volt a számára. Idézem, a jel nem a múltba, hanem a jelenbe visz. Kihat az építészetre is, a jel az élő építészet kulcsa, idézem, az épület egy jel lényszerű megfogalmazása. És mivel a félgömbökből, az S-formákból kirakható volt, mint itt látjuk, például egy 10. századi nyerekkápa mintaszövevénye, épp úgy, mint az írországi már látott kövek, vagy a paraszthímzés mintája, leírhatta, idézem, a parasztművészet virágnyelve nem a növény és állatvilágot ábrázoló szubjektív művészkedő szándékból táplálkozik, és nem a magas művészet bunfordi utánzása, hanem alaptörvények megjelenítése. Jelen esetben ez a kettősségekből álló világ ilyenként való egysége és dinamikája. Még egy bekezdésnyit mondhatok? Igen? Tényleg? Akkor szeretném, akkor csak, bocsánat, egy nagyon fontos tanulságot szeretném volna még levonni, a következő képet azért hadd nézzük meg, meg még ezek a feljegyzések, egy következő képet. Ezek a gyönyörű hálózatok, amiket később erre a formára dolgozott ki képzeletében és rajzban. Következő képet kérném. Igen, erre szeretnék kitérni, erre csak egy pillanatra. A következő miatt, hogy nem mondhatom? A szimmetria a jel, határként meghatározása és ennek sűrű előfordulása a szövegekben, továbbá a határlét személyes, önmagára is vonatkoztatott, egzisztenciális és szociális jelentése egy teljesen független gondolatmenetre utal. Gyakori hivatkozása a Yin-Yang jelre, összefüggésben a meditációval és imaginációval utal Vörös Sándor által fordított Lao Tse Tao Te King példázataira, amely akkor jelent meg Magyarországon, és ebből született ez a műve, a
Makovec Imrének az üzenet a túlélőknek, a második világháború alatt az üldözötteknek rejteket nyújtó Schlossbergi barlangban vált mindez a sok gondolat együvé. 1984-ben, ez Grazban van, a külvilágtól elzárt belső tér Makovecet a kettősség szükségességének kiemelésére és az életprincipium jegyében történő feloldására sarkalták. A vérrel írt, imaként olvasható, szimmetrikus S jelsorok akár az ókeresztény katakombákban oltárszerű teret írnak körül, melyben megjelenik a két S-vonal szétválaszthatatlan egysége is egy fehér vésett márványgömbön, a világ az élet szimbólumaként. Makovec tehát jelenlévővé tette az S-modellt, műalkotásként is társadalmiasította, és mondhatjuk, hogy visszaadta konkrét és erőteljes tartalmát. Vele megújított egy messzi múltba visszavezető tradíciót. Még egy mondat, ha egy tradíció léte csupán az ő személyes megismeréséből fakadt volna, és az ornamentum jellé rekonstruálása egy alkotó folyamat része, akkor Makovec egy koherens világmodellt alkotott is, kínált megtapasztalásra. Köszönöm a figyelmet és a türelmet, és bocsánat,